Folytatjuk méghozzá a digitális edukációs perceinkkel. És itt van velünk Bereznai Gyula, a telekommunikáció szakértő a Magyar Telekomtól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Gyakorlatilag az online térről fogunk beszélgetni, mert hogy én szinte, minthogyha úgy látnánk mindannyian, hogy generációs szakadék kezd teljes mértékben kialakulni a nagyon fiatalok, meg a nem annyira fiatalok között. Személyes példámban hadd leplezzem le magam, két fiam beszélgetett a hátsó ülésen az autóban, én már nem értettem, mit mondanak. Igen, elég nagy különbség van. A fiatal generáció ugye már készségszinten használja, tudja, ismeri ezeket az eszközöket. Az idősebbeknek már igenis bele kell tenni a munkát, az energiát, hogy megtanuljuk. Egyébként vannak olyan általános irányelvek, amit meg kellene tanulni szülőknek, tanároknak, egyébként akik meg kevésbé ismerik ki magukat ebben a digitális térben? Ha szeretnénk lépést tartani a fiatalokkal, akkor mindenféleképpen. Tehát, hogyha szeretnénk tudni, hogy miről beszélnek, akkor igenis le kell velük ülnünk beszélgetni, hogy mivel foglalkoznak, milyen applikációkat használnak, és energiát kell beletenni. A alapvető pedagógiai alapelv, hogy ugye nézek rá a gyerekemre, hogy mit csinál, de én bevallom őszintén, akkor most lehet, hogy hamu a fejemre, és tényleg elbújok a paplan alá, de én hiába nézem, hogy bizonyos eset, nem minden pillanatban, de hiába nézem, hogy mit csinál, nem az, hogy nézem rá, nézem, de nem értem. Nem is az a legfontosabb, hogy megértsük, mert mondom, tehát ők annyival előrébb járnak ebbe, de egy applikációra, vagy esetleg egy játékra mindenféleképpen javaslott, hogy belenézzen a szülő, tudnélik, így tudhatja meg valaki, hogy mennyire brutális esetleg az a játék, mit kell benne csinálni, vagy esetleg itt kiderülhet, hogy nem csak a számítógép ellen játszik valaki, hanem az online térbe kapcsolatot épít másokkal, és mint tudjuk, sose lehetünk biztosak, hogy ki van valójában a másik oldalon. A másik oldalon, meg hát de pláne nem mindig játékról van egyébként szó. Egyébként a fiatalok mit tudnak tanítani az idősebbeknek? Bármit, amire a nyitottság van. Tehát most már mindenféle dolgot lehet az online világba elintézni. Bankolás, ügyintézés, és hogyha van erre elegendő nyitottság, akkor a fiatalok szívesen segítenek. Tehát én biztos vagyok benne, hogy egy 10-12 éves kamasz szívesen leül és megmutogatja a szüleinek, és ő úgy érzi, hogy ő abban sokkal jobb, és ez valóban így van. Az én fiaim nagyon szívesen segítenének nekem a bankolásban, hogy hova utaljak nekik zsebpénzt egészen. Mennyire alakul át a mi agyi mechanizmusunk? Értem, ez alatt olvastam ezt a felmérést, hogy a legbutább ujjainkból, amiket soha nem használtunk semmire, a legokosabb ujjaink lettek, mert hogy ezt csináltuk. De én nem is tudom, hogy melyik kedves nézőnk volt az utoljára, aki bement egy benzinkútra, és jó napot kívánok, egy papíralapú térképet szeretnék vásárolni. Tehát mennyire alakul át az agytekervény, a gondolkodásmód azzal, hogy gyakorlatilag a pizza rendeléstől, a bankoláson keresztül, hogy találok el Szombathely földteréig, minden megvan most már itt. Folyamatosan alakul el, köszönhetően annak, hogy újabb és újabb módok vannak. Ugye régen csak az volt, hogy bementünk, megvettük a pizzát. Utána később lehetett telefonon rendelni. Most már online, okostelefon, ki tudja, hogy a jövőben hogyan fogunk tudni rendelni. Egyébként mikor mondhatjuk, vagy meddig mondhatjuk, hogy most még egészséges mértékű mondjuk az online tér használata, vagy az internet használata? Ez nagyon nehéz egy ilyen konkrét számot mondani, hogy fél óra, egy óra. Általában azt szoktam mondani, hogy amennyiben az online térben töltött idő nem megy az offline tér rovására, tehát elegendő időt töltenek tanulással, játékkal a gyerekek. Na de ezt honnan tudjuk? Ugye mit látunk szülőként, nagyon sok gyerek, hát nyomkodja folytában. Egy adott pohárba nem fér bele több víz, mint ami belefér. Tehát, hogyha valaki online térben van, az nem focizik például a grunnon. Ez valóban így van, de ha azt látja egy szülő, hogy a gyerek nyomkodja az okostelefonját, tabletjét, az nem biztos, hogy nem kapcsolatot épít. Tehát lehet, hogy beszélget az osztálytársaival. Lehet, hogy a holnapi dolgozathoz valami anyagot keres. Tehát azért, hogy valaki használja ezeket az eszközöket, az önmagában nem rossz. A kérdés az, hogy mire használja. És van-e
kontrolltestülete. Tehát például a Facebooknál kiderült az, hogy amikor bizonyos hirdetésekkel problémák adottak, akkor nagyon sokan különböző országok, akár kormány szinten is felvetették azt, hogy nem tudják, hogy kik azok az emberek, akik egyébként hol vizsgálják ezt. Tehát például mondjuk, ugye tudjuk, hogy a bűnözés sajnos az online térre is átment. Például a magyar rendőrség föl van-e arra készülve, van-e elég szakembergárdája, hiszen ők nem a gyerekek, tehát ki kell termelni azokat a szakembereket, akik meg tudják nézni, hogy ami ott zajlik, az a fekete világ, a szürke világ, vagy a teljesen fehér világ. Igen, erre van egy csoport, aki ezzel foglalkozik a rendőrségnél is, akik erre szakosodtak, és a különböző oldalakon is lehet jelenteni az ilyen nem kívánatos történéseket vagy tevékenységeket. Egy picit ugorjunk még vissza, amit az előbb kérdeztem, hogy ugye mi a határ, vagy mi az egészséges mérték, amíg még az internetet használják a gyerekek vagy a fiatalok. Van-e értelme korlátozni, vagy tiltani mondjuk durvább esetben? Ez nagyon jó kérdés. Nagyon nehéz, és nem is javasolt, hogy teljes mértékű tiltást. Tehát azt sose szoktuk javasolni, hogy az internetezés az jutalom vagy büntetés eszköze legyen. Talán, miért? Mert pont visszára fordul. Amit tiltanak, az általában más hatást vált ki. Tehát, hogyha valami tilos, akkor megoldják a gyerekek. Tehát hiába kapcsoljuk le az otthoni wifi-t mondjuk, a lakótelepen biztos, hogy talál valaki 3 szabad wifi-t, és föl tud csatlakozni. Inkább azt javasolnám, hogy alternatívákat kellene a gyerekeknek adni, például társasozzunk velük, közös programot csináljunk, és ha le tudjuk őket kötni mással, akkor az eltereli a figyelmet a kütyüzésről. Vannak olyan emberek, akik azon dolgoznak, hogy az offline teret és az online teret milyen módon lehet egészségesen összekötni? Nagyon sok program van erre vonatkozóan, igen. Szakemberek, ez egy nagyon nagy kutatási terület, a pszichológusok is dolgoznak pont azért, amit az előbb említettem, hogy nincs egy nagyon határozott vonal, ami alatt vagy fölött azt lehet mondani, hogy valami jó vagy. Megmerné tippelni, hogy 10 év múlva, 20 év múlva hol tartunk? Ezt nem. Hát ez senki nem. Szerintem minél inkább szakember az ember, annál inkább kevésbé digitális edukációs percénket látták, hallották. Köszönjük szépen, hogy itt viszont. Komolyan vesszük a digitális felelősségünket. Telekom. Együtt veled.